És amint mondtam, folytatjuk a Németország-Japán találkozóval, aminek el is kezdjük gyűjteni a játékosat. Itt, hát itt sem német, sem pedig japán nem szerepel, úgyhogy ő nyilván ugye európai és ázsiai illetőségű játékosokat szedünk ki, ez talán nem meglepő, mint ahogy ez sem meglepő. Na, és csak ezeket fogjuk szedegetni? Azért. Hát nem jön sem német, sem japán illetőségű. Uri Enver. Na. Remélem egész védelmet kinullázzuk. Na! Nehogy beteljesüljön a jóslat! Nem fog beteljesülni a jóslatom. Azért ekkora jós tehetség nem vagyok. Günther. Elévén vezet Németország. Azért gyorsan elhallgattam, hát ha jön valami japán, de Günther. Günthernek van gólja, de a kezdőből most egész sokan hiányoznak, számszerűleg 5-en is. Na, megtaláltam a kispadot, ahol nincsen velünk, nagyon jó. Másikat is? Nem, másikat nem találtam meg. Hehehe, 3 spanyol is egyszerre. Mondjuk nekünk japánok kellenek. Mondjuk igen, érdekes ez a hát ha a következő meccsünk, ugye majd a spanyol Costa Rica lesz, érdekes lenne ez az eset, de helyette a németeket és a japánokat kutatjuk föl, de rendesen. Úgyhogy, na, megvan a 7 elméletileg, még lehetne egy. Hát ez most ugye Ézsa. Na, most ez egyszer be is töltött. Bár sem német, sem japán illetőség nincs közöttük. Na, hová tűntek a németek? Adódik e költői kérdés. Eddig egyetlen egy darab jött, de japán sem jött alapvetően, szóval ez is érdekes, hogy a japán fickók is eltűntek a színről. Szinte teljes mértékben. Na, a németek se jönnek sűrűn! Kababe! Kababe! Egyenlít Japán! Na, mondjuk azért az a németeknek nem jó hír. És van még hátra 2 pikk, amiből egy rossz, hát megtaláltuk a 8-at. És akkor nézzük az utolsót, az ugye érvényes lesz. Nem! Mármint abban a szempontból nincsen gól. Na, kérem szépen, egy újabb meglepetés. Mondhatni egy újabb meglepetés. Németország-Japán 1-1 lett. No, azért, te nem számoltunk, hogy itt a németek botlanak. De azért Japán is csak egy aprócska góllal érkezett. Na, egy érdekes eredmény született itt az E-csoportban, és ha már E-csoport, akkor majd azon belül is a másik mérkőzéssel fogjuk folytatni. Ha szeretnétek tudni, melyik az, bárha nagyon jó, aki figyeli a VB-t, ugye már elmondtam melyik, de ha szeretnéd tudni, melyik az E-csoport másik mérkőzése, az tartson velem tovább!